Nincs áru sem gyógyszer hiány Nyírteleken, a polgármesteri hivatal, az intézmények, sőt a szolgáltatók jelentős része is üzemel. Az óvőnők maszkokat varnak, a boltok pedig kiszállítással oldják meg a bevásárlási nehézségeket a településen. Szekeres József Nyírterek polgármestere azt mondta, hatékonyan kezelik a járvány okozta nehézségeket. Mi úgy kezdtünk neki, hogy a Szociális Szolgáltató Központ felmérte, hogy kik azok, akik esetleg szükségét érezhetik annak, hogy élelmiszerben, gyógyszerkiváltásban tudjunk nekik segíteni. Ezt folyamatosan nyilván az ellátószolgálat felmérte, illetve utána körbementünk a településen minden 70 év fölöttivel, amit a város honlapján megjelentettük, vagy hivatalos Facebook oldalunkon megjelentettük, azt tudattuk velük, adtunk nekik egy szórólapot, illetve telefonos elérhetőséget biztosítottunk, de egyébként meg napi kapcsolatban vagyunk velük. Az óvónők besegítettek a maszkok varrásába, a tanyagondnokok, a házi segítségnyújtásban dolgozók pedig továbbra is a napi rutin szerint dolgoznak. A polgármesteri hivatalban is lehet ügyet intézni előzetes egyeztetés alapján, így az intézmények sem álltak le, és a szolgáltatások jelentős része is elérhető. A boltok rendesen működnek, sőt a boltok közül vannak olyanok, akik még plusz feladatként felvállalták azt is, hogy szállítást végeznek, tehát ezzel is segítik a lakosokat, nekünk nagyon sok a külterület, oda mi is azért szállítunk ebédet, főleg a gyerekek tekintetében. Gyógyszerellátásban nyilván voltak hiány cikkek, de hát gondolom ez csak olyan, mint ami országos szintű volt, aztán ezeket a gyógyszerész beszerezte, az orvosi ellátás meg szerintem struktúrájában változott csak, mégpedig lenne kevesebb személyes kontaktus, viszont sokkal több telefon és sokkal több telefonon megoldott probléma, illetve a vénnyírásba vezettek még annyit be a házi orvosaink nagyon helyesen, hogy amennyiben tudják, akkor ezeket felhőbe irányítják ezeket a vényeket, és akkor egy kicsit szükség a személyes jelenlétre egy-egy recept felírásához. A polgármester hozzátette, mindenképpen számítanak arra, hogy lesznek cégek, amelyek számára nehézségeket jelent a következő időszak átvészelése, és a munkanélküliség emelkedésére is fel kell készülniük. Hozzátette, a helyi cégek közül várhatóan azok lesznek majd bajban, amelyek külföldről beszállított nyersanyagot dolgoznak fel. Ha ezekben az ellátási láncokban az elhúzódó járvány miatt fennakadások lesznek, akkor nagyon mértékű gazdasági nehézségekre is számítaniuk kell.